Köszöntöm a Hatos csatorna nézőit, ez a szerdán est időben. Magyarországon a színházi struktúra tulajdonképpen két részre oszlik, két nagy részre, az egyik a külszínházi struktúrának nevezett valami, a másik pedig a független szcéna. Ma mindenképpen kell erről a független szcénáról beszélnünk, hiszen a vendégem, Herceg Tamás, az egyik legmarkánsabb, az egyik legmeghatározóbb társulatnak a tagja, akik a független szcénában szerepelnek, ez pedig a Hoppár társulat. Köszöntöm a stúdióban Herceg Tamást. Szervusz, Tamás. Köszöntöm a nézőket. A Színművészeti Egyetemen, amikor ti végeztetek, már az is egy rendhagyó dolognak számított, hiszen ti voltatok az első olyan osztály, akik nem zenés, operett, musical szakosként végeztetek, hanem úgynevezett zenés osztály voltatok, és a tanáraitok sem úgymond zenés tanárok voltak, hiszen Novák Eszter és Asser Tamás voltak a tanáraitok. Másként is gondolkodtok azóta is a zenés műfajról? Tehát mennyire volt ez meghatározó, ez az indulás? Nagyon meghatározó volt. Szóval alapvetően valahogy így döntöttek a tanáraink, hogy zenés színész osztálynak hívnak minket, nem pedig operett musicalnek. Tehát már ez egy alapvető különbség volt. És persze Asser Tamás és Novák Eszter volt az osztályvezető két tanárunk, de mellettük ott volt Selmici György, aki alapvetően meghatározta azt, hogy ez valójában így zeneileg, vagy zenés színészileg, hogy hogyan tevődjön össze ez az osztály, legalábbis a tanítási struktúrát, hogyha így átgondolom, akkor tulajdonképpen ő volt az, aki felelt azért, hogy mindenből kapjunk, mert tényleg musicalt, operettet, tehát mindent vettünk, csak közben meg az osztályfőnökeink meg egy olyan fajta szemléletet oltottak belénk, ami azért egészen más volt. Tehát nem csak abból az oldalról, hogy mondjuk a szórakoztatóbb műfaj felől közelítettük meg, hanem igazán megpróbáltunk minden egyes zenés műfajnak a mélyére tekinteni. De amikor ti ezzel szembesültetek, egy zenés osztályba jelentkeztél, feltételezem például, hogy musical színész akartál lenni. Ez nem volt egy váratlan dolog, hogy hoppá, itt valami mást fogunk tanulni, mint amire számítottunk? Nekem nem. Neked nem? Nekem nem, mert én musical operett osztályba nem akartam kerülni. Számomra, amikor megtudtam, hogy Asser Tamás indít osztályt, akkor az volt nagyon vonzó, és azt gondoltam, hogy hát szerintem ebben az osztályban jó lenne lennem, tehát hogy jó lenne onnan tanulni valamit. Lehet, hogy nem etikus így elmondani, de tulajdonképpen előtte felhívtam, mielőtt jelentkeztem volna Asser Tamás, és megkérdeztem, hogy kell elképzelni ezt a zenés osztályt, és akkor ő elmondta, hogy ez nem lesz egy szokványos zenés osztály. Úgyhogy már még egyel érdekesebb volt így a... De azért énekelni tudsz? Tudok. És azt sose jutott eszedbe később, hogy csatlakozz valami olyan produkcióhoz, ami kifejezetten ebben a műfajban otthonos? Vagy olyan társulathoz? Nem. Nem, azért nem, mert beoltottak titeket egy másfajta szemlélettel? Igen, de nem arról az, hogy mondjuk a... mit tudom, az operett színház vagy oldás színház ellen, nem, egyáltalán nem erről van szó. Itt a képességekről, tehát a szélesebb színházi szemléletről van szó igazából, amivel Selmeci tanár úr szavaival éve úgynevezett all-round színészeket próbáltak képezni, akik tulajdonképpen ugyanúgy megállják a helyüket musical előadásokban, operett előadásokban, mint nagyon mondjam, erős és tömény prózai előadásokban is. Tehát, hogy tulajdonképpen az volt a cél, hogy mi mindenre fel legyünk készítve, és mindenben jók legyünk tulajdonképpen. És ez mennyire igazolódott? Mert ugye, ha most rossz indulatú akarok lenni, akkor ezt nem igazolta az élet, hiszen amikor oda kerültetek, hogy el kellett volna szerződni, akkor 14-ötökből talán egyikötöknek volt ajánlata. Hát igen, ez már a sors fintorra tulajdonképpen. De azért talpra estünk ebben a helyzetben is. És akkor jött az az áthidaló megoldás, hogy gondolom mindjárt rátérünk. Hát szerintem akkor éppen nagyon telített volt a szakma. Azt gondolom, hogy színház politikailag, inkább színház gazdaságilag sem volt. Ugye akkor 2007-et írunk. 2007. Hát
a színházak csúrig voltak emberekkel, még a válság előtt színészekkel, volt. Igen. Nem tudom, valahogy úgy tűnt, hogy nincs nagyon igény az utánpótlásra. Egész egyszerűen erről volt. Hát vagy lehet az is, hogy nem tudtak titeket hova tenni, tehát hogy ugye ez egy kísérleti osztály volt, igen. Tehát nem tudtak a prózai részletre se beosztani titeket, sem pedig a zenés műfajban nem tudtak helyet találni nektek, hiszen nem tudták pontosan, hogy mik is vagytok, egy ilyen furcsa képződmény voltatok. Igen, majdhogy nem bottal piszkáltak minket valóban, így, hogy valójában mi is lehet ez, amit mi tudunk, meg így, amit képviselünk. Biztos nem lehetett könnyű eldönteni aztán később azoknak, akik az osztály nagy részét alkalmazták, hogy így nagyjából mire, vagy így hogyan. Nem, így sikerült. De én azóta jó, akkor azt gondoltam, hogy hát miért végeztem el egy egyetemet, amikor nem tudok elhelyezkedni egy színházban. De aztán teljesen átformálódott bennem ez a nézet, ez a vélemény, mert azt gondoltam, hogy ez kellett ahhoz, hogy megalapozzuk a társulatot, a hoppártot, és hogy egyáltalán tényleg a saját lábunkra tudjunk állni. Az ötlet az egyébként kitől származott, hogy ha már nem tudtok elszerződni, akkor létrehozzatok egy saját társulatot, és együtt maradva próbáljatok meg produkciókat létrehozni? Az ötlet, maga a társulat ötlete az Magács Lászlótól származik. Aki akkoriban a Merlin Színház igazgatója volt. És tulajdonképpen egy lehetőséget nyújtott, nem konkrétan azt mondta, hogy alapítsatok társulatot, hanem azt mondta, hogy hát, ha szeretnétek együtt dolgozni, akkor én biztosítom nektek a feltételeket a Merlinben. És akkor már az osztályjal beszéltünk arról, hogy hát akkor miért nem maradhatnánk együtt, akkor dolgozzunk és hozzunk létre előadásokat. Aztán tulajdonképpen már amikor végeztünk azon a nyáron, már el is dőlt, hogy akkor mondjuk ez lesz a nevünk, lehet, hogy nem a legjobb választás, de valahogy mégiscsak meg kellett nevezni azt a csoportot, és akkor dolgoztunk. Ezen kívül volt még egy másik lehetőség is, amikor Jordán Tamás például felajánlotta ugyanígy a Nemzetit, hogy ha szeretnénk egy előadást létrehozni, akkor ő ugyanúgy biztosítja a Nemzeti Színháznak a stúdiótermét. Az, hogy egy ilyen független színházat létrehoztatok, nagyon sokan próbálkoznak és próbálkoztak azzal, hogy működtessenek ilyet, de talán ennyi időt nem nagyon éltek meg. Mitől sikeres? Most ugye te vagy alapító tag, vagy a társulatvezető is vagy, tehát adódik a kérdés, hogy nyilván tőled működik ez ilyen hatékonyan, de azért mégis, hogy mi a titka, amit miatt a hoppárt sok mással szemben a mai napig működőképes, és nagyon erősen jelen is van a színházi palettán. Az érdem nem egyértelműen az enyém, mert én voltam az, aki azt mondtam, hogy oké, pénzre van szükségünk ahhoz, hogy működjünk, ha akarjátok, megírom a pályázatot, na, és innentől kezdve, hogyha valaki egyszer elvállal egyet, akkor már nem szabadult tőle, ez biztos. De közben meg nem egyedül voltam ebben a történetben. Most különben jelenleg, hogy kicsit ugráljak így az időben, jelenleg négyen vagyunk, akik állandó tagja vagyunk a társulatnak, már a színészeket érintve. Tehát, hogy ez a mag határozza meg a működés, általában megbeszélünk minden egyes döntést, hogy ki jöjjön, kivel dolgozzunk. De ezen kívül ennél kiterjedtebb, mert a volt osztálytársakkal ugyanúgy, nem mindegyikkel most már, de többségével ugyanúgy dolgozunk, és időről időre visszatérnek egyes produkcióba, és ők is ugyanúgy beleszólhatnak, és ugyanúgy meghatározzák tulajdonképpen a társulat arculatát, vagy egyáltalán, hogy milyen előadásokat hozzunk létre. Kiemelném Polgár Csabát, akinek tényleg van egy erős színházi szemlélete, és egy világnézet, és egy vélemény a világról, amit meg úgy gondol, hogy velünk együtt a régi és új alkotótársakkal ugyanúgy ki tud fejezni. És akkor hát tulajdonképpen ez is egy rendszer, hogy a Csabi rendezései azok így vannak, független attól, hogy jó, az összes tehát az összes állandó tag részt vesz ezekben a produkciókban, de nagyon sok vendéggel dolgozunk. És azt hiszem, hogy most mondtam ki azt, ami tulajdonképpen a kérdésedre a válasz, hogy,
hogy mitől tud ez fent maradni egy ideig? Ettől, hogy folyamatosan egy ilyen gomolygó amőba, mindig mással, máshol, másfelé nyúlunk, és ez így önmagától frissül. Én azt gondolom, hogy picit kisebbíted a saját érdemeidet, mert azért, tehát, hogy iszonyatos energiák kellenek ahhoz, hogy ezt, azt gondolom, hogy nagyon nehéz egy ilyen típusú létezés, amikor semmi nincs adva, hogy mindenért meg kell küzdeni, és mindig pályázni kell, és mindig bizonytalan a lét, és emberek élettel is akár egy társadvezető kezében van, hiszen te adsz nekik munkát, gondolom, te fizeted őket, hogy szóval ez egy nagyon-nagyon komoly munka. Meddig lehet ezt csinálni? Nem tudom. Amíg el nem zárják teljesen egy csapot, akkor mondjuk kétségbe leszek. De hogy neked erre van energiád? Nem fáradtál el ebben a küzdelemben? Nem, ez egy hihetetlen hullámzó állapot. Sokszor azt gondolom, hogy na most már innen tovább biztos, hogy nem fogom csinálni, mert rámegy a magánéletem, rámegy a pénztárszám, az életem. A lakásodat költötted már a társulatra, vagy még nem? Nincs lakásod, nem tudom, de ha így folytatok, akkor nem is lesz. Szóval, hogy, de tényleg, mondom, így hullámzik nagyon. Hát nyilván a sikerek azok mindig megerősítenek abban, hogy pedig hát ezt kell csinálni, és érdemes csúnya szóval kifejezve árral szemben húgyozni, vagy széllel szemben húgyozni, vagy árral szemben úszni, most így összemostok, de még, nem tudom, tehát egyszer az ember beoltódik egy mániával, egy ilyen akarattal, hogy ezt így kell, akkor csinálja. Nincs mese. És hát mondom, tehát ilyen szempontból sem vagyok egyedül, mert példának veszem mondjuk Pintér Bélát és társát. Tehát ott teljesen nyilvánvaló, Béla húzza magával az embereket, ő kitalálja, megalkotja, megírja, megrendezi, eljátsza. Szóval ott egy személy köré csoportosul mindez, és ő az igavonó egy személyben. Nálunk nem így van, tényleg. Tehát ott mindenki tolja egy kicsit. Van, aki kicsit jobban, aki kicsit kevésbé, de mindenki tolja a szekeret. Sikerek, amik tovább visznek, arról beszéltél, vagy amik tovább lendítenek, meg beszéltél Porgár Csabáról, úgyhogy nézzünk meg egy olyan előadást, ami talán a társulat egyik legnagyobb sikere volt, abból nézzünk részletet, mégpedig a Coriolanusból, és Porgár Csaba rendezte. Hazudtold meg magad a barátaidért, családodért, kik veszélyben vannak. Őket megmenteni. Ez a legnagyobb tisztesség. Mit kell tennem? Most menj oda földetlen fővel, és kinyújtott kézzel így. Majdnem a követ érinti térdet. Ilyenkor a tartás szavaknál többet mond. Csóváld fejed, és mondd egyszerűen. Te a harcosuk vagy. Csatazajban neveltek, és nem tanultad a finom modort, amit ők belátod, megkívánhatnak. De majd megígéred, elsajátítod ezt is. Ne borotválkozzam elő? Na jó. Nem. Nem csinálom. Döntesz, hogy döntesz. Szerintem sokkal nagyobb szégyen, ha én kódolok itt előtted, mint ha te tőlük. Tégy, amit akarsz. Jó, megyek, csak messzi. Mire visszajövök, konzul leszek. Üdvözlöm a feleségemet. Tégy, amit akarsz. Könyörgöm, ne húzd fel magad! Szeretet a jelszó. Béke a városnak. Halljátok! Nemes köszöntés! Hallgassátok meg a tribunusokat. Előbb engem! Persze, mindig így. Előbb ő. Jó, beszélj. De megkérdezlek előbb. Aláveted magad fenntartás nélkül a népnek, képviselőit elfogadod-e, és kész vagy-e döntésünket elviselni? Kész vagyok. Halljátok, azt mondja, készen áll. Vegyétek tekintetbe háborús szolgálatát. Na, abba ember! Mi dolog az, hogy előbb konzul leválasztanak, aztán egyik pillanatról a másikra csúfú leváltanak? Itt te tartozol felelni, és nem mi. Jó, én tartozom felelni. Vádoltatol a néptribunusok megdöntése és a zsarnoki erőszak kísérletével, ezáltal a nép elleni árulással. Árulással? Urakodj magadon! Ezt ígérted anyukádnak! Pokolban éppen! Halljátok ezt?
Árulónak hívtek, kutya tribunus! Te kutyák tribunusa! Az istenekre megütötte! Bocskó! Hülye! Nem szükséges a továbbiakban, hogy a vádhoz bármit is hozzáfűzzünk. A tribunusokat fizikailag bántalmazta, titeket verbálisan szidalmazott és lábával tiporta a jogot. Mi tribunusok a nép nevében kiutasítunk városunkból. A tarpéi szikláról való letaszítatás terve mellett egyszer s mindenkorra kitiltunk Rómát. Vége? Okádnom kell. Stay with it, baby. And that's all I ask of you. A Coriolanus az egy fontos pontja volt egyébként a társulat életének, mert ugye talán ez volt Polgár Csaba első rendezése. Nem, jó, tehát nem. De mindenképpen ez volt az első olyan előadás, ami nagyon erősen politikus volt, és a Csabának a többi előadásában is mindig megjelenik a politika, miközben te azt mondod, hogy nem akarsz politikus színházat csinálni. Nem, de igen. Szerintem ez nem egy, én legalábbis úgy gondolom, hogy ez nem egy direkt politizálás, nem arról van szó, hogy ki mondjuk azt, hogy éppen mi van, vagy személyek nevéről, vagy nem erről beszélgetünk, hanem amivel viszont nagyon egyetértek a Csabival, hogy keresünk a dráma irodalomban olyan darabokat, például Shakespeare Coriolanuset, ami valahogy rímel arra a helyzetre, amiben éppen élünk. A legviccesebb az egészben, hogy amikor a Coriolanust kiválasztottuk és kezdtük próbálni, akkor egyáltalán nem volt ennyire, hogy mondjam, súlyos, bár szóval nem volt olyan a helyzet. A mondandója, igen. Igen, tehát nem volt teli találat. És ahogy így egyre csúsztunk vele az időbe, egyre aktuálisabb lett. És erről tulajdonképpen nem mi tehetünk, hanem ez így alakult, ez így lett. Az, hogy ez mennyire sikeres, az is mutatja, hogy most már nagyon sok éve műsorom van az, hogy egy független társulat előadása, ami ráadásul nem is állandó játszóhelyeken játszik, hanem itt-ott-amott fölbukkan, azt gondolom, hogy ez nagyon ritka, hogy ennyire tovább éljen ez az előadás. Az, hogy például mikor, hol játszotok, az mi adja össze? Tehát, hogy tudom, hogy most végre megtaláltátok, meg végre létrejött a Jurányi, de azért játszotok máshol is. Milyen módon találjátok meg a helyeket, illetve a helyek titeket? Ez is több oldalról érkezik. Van, amikor vágyunk van arra, hogy játszunk bizonyos helyeken. Például, mit tudom én, milyen jó lenne bizonyos előadás, vagy elképzeljük, hogy bizonyos előadás jó lenne, vagy mit tudom én, a Trafó, vagy a Múban, vagy a Sorolhatnál. És akkor megkeressük az illetőket, a befogadó színházakat, hogy mit szólnának. Ha sikerül, akkor természetesen játszok ott, hanem. A másik oldalról azt is szeretjük, hogyha olyan helyeken játszanánk, vagy játszhatnánk, amik nem éppen színházszerű terek, bérházak udvarán, vagy nem tudom, ott kicsit nehezebb a szervezés ilyen szempontból. Nem rendelkezünk egy olyan apparátussal, vagy egy olyan egy ilyen irodai háttérrel, akik meg tudják szervezni azt, hogy a jegyszer, a jegyeladás, a jegyszervezés, nem tudom, ilyen helyeken legyen. Például azért nagyon örültem, hogy a Fogasház megnyílt annak idején. Az nem volt egy kifejezetten színházatér, de mégis tudtuk ott játszani a Surprise Partit néhányszor. De hogyha már említettem, Surprise Party amúgy egy bérelt lakásba készült, tehát szeretjük ezeket a helyeket. Hát aztán, ahogy elfogy a pénzünk, hogy béreljünk egy lakást, vagy éppen mert a helynek nem működik, vagy nincs, aki éppen közönséget szervezzen, akkor így keressük, és talán megtaláljuk azokat a helyeket, ahol hosszabb életű tud lenni egy-egy előadás. Ez...
Ez nyilván egy nagyon sajátos életforma, hogy így kell létezni. Te ismered ezt a fajta életet. Mennél, ha most hívnának kőszínházba? Hát jó kérdés. Ami egy biztonságot jelent, de nem feltétlenül azt a szabadságot. Igen. Művészi szabadságot sem. Hívtak többször is. És volt, hogy el is mentem. De ezeket mindig feltételhez kötöttem az adott igazgatónál. Valaki mindent megtett, hogy ez tényleg sikerüljön, hogy így is legyen. Valaki nem annyira sokat tett ezért. De mindig az volt a feltétel, hogy oké, jövök, és szerepelek X számú előadásban, de a hoppárcot szeretném mellette csinálni. És tehát, hogy az nekem nagyon fontos, hogy ez itt működjön. És hogy már csak azért is, mert hogyha a kőszínházban dolgozik, akkor kell, hogy legyen egy hely, ahol legalább időről időre találkozok azokkal, akikkel, hogy mondjam, szerelemből, vagy testvériségből vagyunk együtt, és tudjuk, hogy együtt gondolunk, hogy azt gondoljuk, és együtt gondoljuk azt, amit gondolunk. De az, hogyha... Ha most. De hogyha leszerződnél, akkor kérdés, hogy tudnád-e mellette érvényesen működtetni a hoppártot, hiszen azért a közületek, az alapító tagok közül többen azért távoztak, mert úgy érezték, hogy a kőszínházi munkáik mellett, ugye elsősorban akik a Nemzeti Színházban játszottak, Bálfalvi Eszter például, ők úgy érezték, hogy nem tudnák folytatni érvényesen a munkát, és ezért ott hagyták a társulatot. Tehát, hogyha te, aki osztopos tagja vagy elszerződnél kőszínházba, kérdés, hogy létezne tovább a hoppárt. Vagy ez a felelősség nem nyom? Tehát ez mondjuk nem... Nem nyom ez a felelősség. Igazából nem kapkodom fel hetente a telefont a különböző ajánlatokkal, ami egyáltalán nem baj, és azt gondolom, hogy ez így most rendben is van. Úgy gondolom, hát mondom, voltak próbálkozások, de azt gondolom, hogy elindultam egy úton, és ezt muszáj végigjárni. Tehát hol a vége? Fogalmas, hogy hol a vége, de azt remélem, hogy megérzem. Hogy tudni fogom legalább egy fél évvel előtte, hogy most le kell húzni a rolót, hogy aztán túl tudjunk lépni. Ez szerintem nem csak gazdasági kérdés, vagy nem csak politikai kérdés, hanem hát hogy meddig gondoljuk, amit az előbb mondtam, meddig gondoljuk együtt azt, amit gondolunk. Meddig bírjuk elviselni egymást, meddig tudunk újat kérdezni a másiktól, vagy újat mondani a másikra, meddig vagyunk kíváncsiak egymásra. Téged a színház csinálásban mi az, ami a leginkább érdekel? Hogy érdekes előadásokat létrehozni, együtt dolgozni, tehát mi? A kísérletezni? Többször feltettem magam a kérdést, hogy engem mi érdekel. Mert tulajdonképpen színész vagyok, és automatikusan azt kéne mondanom, hogy hát az, hogy eljátszok különböző szerepeket, meg szerepálmokról kéne beszámolnom. De azt hiszem, hogy nem ez érdekel. Az együtt dolgozás, az együtt gondolkodás, az sokkal jobban érdekel. Az, hogy például, amit egy kőszínházban én személy szerint nem tudnék megcsinálni, az, hogy egy próba folyamatnak a minden szegmensét lássam, és bele tudjak szólni. Nem tudok beleszólni egy kőszínházba, hogy milyenek legyenek a díszlettervek, vagy a jelmeztervek, vagy hogyan világítsuk meg a nem tudom, nincs. Nálunk ez nyilván nem azon a szinten működik, nem ilyen globál, ilyen nagyon nagy méreteket ölt, költségvetésben sem, de legalább van rálátásom, van beleszólásom, mert hogy együtt csináljuk ezeket, meg akkor is, hogyha hívunk rendezőt, tervezőket, stb. Akkor is pont a függetlenség, hogyha már itt tartunk, hogy független társulat vagyunk, pont ez jelenti ezt a szabadságot, hogy meghatározhatjuk. És nem tudom, én azt a részét is szeretem, nem mindig, de nem kérdés, hogy én cipelem a díszletet, én mosom otthon a jelmezemet, én építem be előadás előtt a mindent.
Tehát a csapatmunka és az együtt gondolkodás. Igen, ami... igen, igen. És az, hogy amit létrehozok, az a sajátunk, az a miénk. Nagyon jó érzés egy fogaskeréknek lenni a gépezetben, de amikor nem kicsi fogaskerék vagy, hanem nagy fogaskerék vagy, és az a gépezet az tényleg nem működik nélkül, de az tényleg jó érezni. És a Közszínházban ezt úgy érzed, hogy ott például nem lehetne, tehát ott a fogaskerék az pótolható. Hát az... Talán? Szerintem egy jó színházban nem pótolható, de valahogy azt érzem, vagy azt érezném, hogy ez nem akkora súllyal rendelkezik, mint nálunk. 2007 után, amikor ugye megcsináltatok a Hoppártot, ahhoz képest nagyon-nagyon sokat változott a színházi világ, a színházi támogatás. Ti ezt hogy élitek meg? Akkor az egy viszonylag jó helyzet volt, akkor viszonylag sok pénzt kaphattak a függetlenek, és ez a forrás ez fokozatosan apad, tehát egyre igen. Nehezebb. Ezt a legegyszerűbb válasz az, hogy nehezen éljük meg, és mindig reménykedünk abban, hogy valami majd mindig jut. Szerintem egy dolgot tettünk most ebben, illetve nem egyet többet, de az egyik legfontosabb az, hogy szinten tartsuk magunkat, hogy ne kényelmesedjünk bele abba, hogy hát úgyis lesz mindig valamennyi, és akkor jó, hát hogyha három előadásra nem lesz, három új előadásra nem lesz pénzünk, akkor lesz kettőre, vagy lesz egyre, és akkor... De lehet, hogy így lesz, lehet, hogy van egy ilyen csökkenő tendencia, különben van, mert tényleg nem annyi a támogatás, de... Tehát, nem tudom, a nézők továbbra is érdeklődnek az ilyen típusú előadások, mint amiket a Hoppár csinál iránt? Az előadása is és játszóhelye válogatja különben. Mert, bocsánat, csak iszom. Nyugodtan. Akkor legalább én is iszom. Egészségünkre. ahol mondjuk nem kénytelen egy játszóhely leépíteni a szervezés részét, és van erre energia, még pénzt is tudnak erre fordítani, ott természetszerűleg jön a néző. Bár ez sem mindig így van, mert valamelyik előadás így önmagát generálja. Hát szájhagyomány, nem tudom, Facebook, nem tudom, talán ezzel nem reklámozom. Az, hogy ugye létrejött ez a Jurányi inkubátorház, ami a független társulatoknak ad egy bázist, akár egy infrastruktúrális bázist, akár pedig játszóhelyet, próbatermet biztosít, és ez a nehéz helyzetben jött létre. Ez mennyire segít rajtatok, és mennyire jelent egy védettséget? Ez a füge tulajdonképpen egy... hogyha úgy fogjuk fel, hogy egy ernyőszervezet. De tényleg ad egy védettséget, ezt ezért is mondom. Most keverjük, mert nem biztos, hogy nézzük, tudják, hogy a Jurányi meg a füge, hogy függ össze, egy picit mondd el. Maga a füge, a Független Egymásért, akik létrehozták a Jurányi inkubátorházat, és működtetik, és lakhelyet, próbahelyet adnak a független társulatoknak. Szerintem nagyon-nagyon jókor indult ez a kezdeményezés, és nagyon jókor érkezett ez a ház hozzánk, és hogy beköltözhettünk, mert ez tényleg egyfajta biztonságot nyújt. Van fedél a fejünk fölött, hoppártársadnak előtte nem volt állandó próbahelye. Mi mindenhol próbáltuk, az Örkény Színházban, a Báb Színházban, a mit tudom én, a Klaus átéren, a kocsmában, a Sirályban, mindenhol, ahol csak lehetett, ahol befogadtak minket. Most már nincs ilyen problémánk. Van próbatermünk. És ez jelenti azt is, hogy egyfajta együtt megjelenés egy erőt ad ezeknek a független csapatoknak? Tehát, hogy egy sokkal erősebben tudják képviselni magukat? Mindenképpen. Hogyha virtuális felületre gondolok, már csak úgy is, hogy már a Jurányi háznak is van egy honlapja, ahol összefogja, lehet látni, hogy kik vannak ott. Akit független társadalmak előadása érdekelnek, egy helyre fölmegy, és akkor ott van minden egybe. Műsortól kezdve alkotóktól, ez minden ott van. Ez is nagyon jó. Hát, hogy
hogy ott vagyunk együtt, és segítjük egymást. Én azt is észrevettem, hogy az átjárhatóság is sokkal könnyebb lett a társulatok között. Ez nem jelenti azt, hogy az egyeztetésben is könnyű dolga van az egyeztető művészeti titkároknak, de hogy könnyebben jönnek létre produkciók. A büfében találkozunk, és akkor megkérdezzük a másiktól, hogy figyelj, nem csinálunk együtt valamit. Valahogy így ez az együttlét az összefogást is erősíti. Könnyebb együtt, hogy társulatok együtt hoznak létre a produkciót, mi is dolgoztunk már a Sputnikkal, együtt is béljük ott azt a szárnyat, ahol éppen. A titkos társulattal közös produkciótok volt, kétségtelen, hogy ez még a Jurányi ideje előtt volt, de már Fügéhez köthető. A szintén nagyon nagy sikerű Surprise Party címeladásotok. Most volt a 75. előadás. Úgyhogy ebből nézzünk meg most egy részletet. Köszönöm. Bocsánat, megvárakoztatlan. Tetszik tudni Surprise Party, rendkívüli rendelés. Eszem magát, úgy látszik ez az új divat Pestre. Jövőre már az egy film is jön, hiszen ott egy paci celebrálnak. Maga az ötletet? Mi a panasz? Pofán lesz. Évféli Surprise Party a Bazilikában. Szegény Jézus. Bocsánat, mi a panasz? Ja, kérem szépen, nincsen panasz. Tökéletesen elégedett vagyok. Köszönöm, nagyon kedves. Viszontlátás. Na, ez a bökkel. Mi? Ez a viszontlátás. Elnézést, bocs, így valójában voltam. Sokan múltam. Nem. Igazából. Minden jót is, és köszönöm is. Minden köszönjük Istennek, köszönjük. Mit köszönöm? Nem. Igazából sok milliót itt hagytam, már nem tartozunk egymásnak senkivel. Várjon, nem volt kosara? Nem. Nem vásárolt? Nem. Ha már csak búcsúzni jöttem. Hát faszom elbújtam. Most miért kell jelenteni? Hát a véreknél. Most miért nem lehet kultúráltam? Hozd a vérbe kultúráltam. Megyek a profi. Tessék parancsolni. Húj! Kárpáti Péter, akivel többször is dolgoztatok együtt, nek az ötlete volt ez az előadás. Hogyan született ez a Surprise Party? Surprise Party? Úgy született, hogy a Péter azt mondta, hogy van egy darabom, amit
Lehet, hogy csak én emlékszem úgy, de tulajdonképpen olyan volt, mintha ránk írta volna. Tehát ő írt egy darabot, és amikor elolvastuk, akkor azt éreztem, hogy de hát ez én vagyok, ez a kis díj, ez a Szilágyi Kata, tehát hogy így nagyon, nagyon beletalált abba, ahogy voltunk. De mondjuk szerintem nem nehéz, mert Péter elég jól ismeri az embereket. És de ennek az is volt a nagy sikerének a titka, hogy ez egy ilyen titkos buli volt ezen részt venni, mert ez egy titkos lakásban, titkosan szerveződtek ezek az előadások. Pontosan. Ugye? Pontosan. Hát az Asztorián elbéreltünk egy lakást, és ott játszottuk az előadást, és hát gondolom, hogy nagyon izgalmas volt a nézők számára, hogy az Asztoria aluljáróban találkoztunk, és akkor felvezettük őket, de ők persze nem tudták, hogy hol vannak, vagy hogy hova mennek, tehát előre nem ismerték a címet. És akkor a felvezetés az volt ilyen szempontból trükkös, hogy tényleg olyan volt, mintha valóban egy meglepetés partira érkeznének. Igen, ez a körítés szerintem mindenképpen szellemes és ötletes volt, és ez jól megalapozta a Surprise Party sikerét. Aztán, hogy az előadás alatt mi következett, az egy másik kérdés, de azt gondolom, hogy azért sem kell pironkodnunk, hiszen nem véletlenül játsszuk már tulajdonképpen 5 éve. A 75 előadás az még közszínházi viszonylatban is egy komoly számnak számít. Igen. Úgyhogy ez egy nagyon komoly dolog. És most sok év után újra együtt dolgoztatok Kárpáti Péterrel és a Titkos Társulattal. Így van. Egészen friss február elejé bemutatóról beszélünk, aminek az a címe, hogy Hungari, és a Trafóban adtátok elő, mi ez? A Hungari az egy, megint csak egy nagyon különleges vállalás. Péter a nyáron sokat foglalkozott kint élő, külföldön élő és dolgozó magyarok blogjaival. Hogy mit gondolnak a világról, Magyarországról, külföldről, környezetükről, a munkájukról. És ezeket blogbejegyzésként, posztokként tették fel az internetre, és akkor Péter ezeket használta fel, és fűzte csokorba. És ennek próbáltunk valami olyan formát keresni, amiben úgy tudjuk önteni, hogy az világos legyen, hogy miről van szó, tehát milyen felületről van szó, valahogy az a virtuális világ megjelenjen, azon kívül pedig hát mégis érdekes legyen a néző számára is, hogy a külföldön élő magyarok mit gondolnak a nagyvilágról, meg a hazájukról. És mit gondolnak? Hú, nagyon sokfélét. Nem véletlen, hogy elővettük ezt a témát, ugye nagyon aktuális, hogy nagyon sokan kint keresnek munkát, keresik a szerencséjüket, és nem érzem azt, hogy egyértelműen voksolnánk ezzel az előadással, hogy menj ki, vagy maradj itt, hanem amit én legalábbis remélek ettől, hogy elgondolkodtatja az embereket, hogy jár az agyuk ezen, hogy ha belevágok, akkor mit hagyok itt? Vagy egyáltalán mi vár? Biztos, hogy jobb lesz? Biztos, hogy felmerül különben az emberben önmagától is ez. De valahogy szerintem ez most nagyon éles probléma, nagyon sokan elmennek. Nagyon sok ismerősöm dolgozik ott kint, és van, akinek tényleg nagyon bejön az élet, de nem mindenkivel van ez így. És az a legérdekesebb az egészben, hogy itthon ugyanúgy meg tudná csinálni a szerencséjét. Tehát, hogy ez szerintem nem földrajzi függvény. Ti, akik szerepeltek benne, egyikötökben sem fordult meg az, hogy külföldön próbálni szerencsét? Én szerintem nincs ma Magyarországon ember, aki benne ne fordult volna ez meg. Én szerintem ez nagyon szomorú, de azt gondolom, hogy mindenkiben megfordul. Legalább annyira, hogy azt gondolja, hogy na, én nem megyek el. De mindenki gondolkozik ezen, én magam is. Ráadásul most dolgoztunk, hát a társulat néhány tagja, de megint csak Csabát említem, aki rendezte, akit meghívtak Münchenbe a Volkstheaterbe rendezni, és néhányunkat magával vitt dolgozni. Ez a Hoppárt társulatnak tulajdonképpen így csak úgy van köze, hogy a Coriolanus vett részt egy fesztiválon,
aminek hatására hívták meg a Csabát, és úgy kerültünk mi is ki. Ennek a Válasszunk párt volt a cím ennek az előadásnak. Nem, a Koriolászszal szerepeltünk ezen a fesztiválon. Azt tudom, de hogy ennek az előadásnak, amiben... Nem, ez egy másik, ez egy berlini produkció. Csaba rengeteget dolgozik, igen, ebben is látszik. Igen. hogy miután Münchenben a Fox Theaterben létrehoztuk a Julius Caesart, ő elment Berlinbe rendezni egyet. Tehát na, neki is bejött ez a külföldi. A lényeg az, hogy volt alkalmunk müncheniekkel dolgozni, külföldiekkel, nem külföldi magyarokkal, tényleg külföldiekkel, külföldi körülmények között, külföldi munkatársakkal, idegen nyelven. Na most, hogyha valami igazán speciális terület, vagy igazán speciális szakma ebből a szempontból, akkor a színház az tényleg az. Mert azt, tehát a saját bőrükön tapasztaltuk, hogy ha nem anyanyelvi szinten beszélünk bizonyos nyelvet, akkor a színházban nem nagyon lehet. Persze kaphat az ember külföldi színházban szerepet, de mindig a kívülállót fogja játszani. Tehát, hogy azért nekünk nem annyira könnyű így meggondolni magukat, hogy elmegyek. Hát takarítani bármikor elmehet az ember, nem kérdés, de hát ha színházzal foglalkozom, akkor nyilván szeretnék színházzal foglalkozni akárhol a Földön, ha már egyszer. Hogy miért kezdtem bele ebbe a hosszú körmondatba? Hát az, hogy felmerült-e benned, hogy külföldön igen, dolgozni? A válasz az, hogy igen, felmerült, de a válasz másik része pedig az, hogy igazán jól és érdekesen és számomra is teljes mértékben itthon tudom csinálni ezt a szakmát. Ezekre a kérdésekre, tehát, hogy boldogulnak-e a magyarok külföldön, vagy nem boldogulnak, vagy hogyan boldogulnak, keresi a választ az előadás, amiből most egy részlet látható, illetve pontosabban a próbából láthatunk részletet, Hungary a Trafóban. Mit szeretnél, hazaköltözni? Nem, nyilván nem. Azért azt se felejtsd el, hogy most amúgy is nehéz az előadásban járunk. Kevesebb a munkánk, kevesebb a pénzünk, mindenképp lékezni már. Csak szállalomból vettek át az új helyre. Valójában nincs is szükségünk rá. Száfolom. A jövő hétre már 25 munkaórát kaptál. Tehát szó sincs arról, hogy nem kell lesz semmi, még fontosabb. De elsősorban miattam vagy itt, és nem a cég miatt. Tudom! Érzem, hogy mennyire szeretsz. Anyuval elmegyünk a vásárcsarnokba. Eszünk lángost, veszünk igazi gyümölcsöket. Ezek a hírek azt se tudják, mi az a kakaós csiga, vagy túrós vagyú. És megőrülök ezektől a szőrös csizmás, melegítő gatyás csajoktól. Az a baj, Gloria, hogy én már megtanultam ezt a hülye életet borzasztó egyszerűen élni. Én már egy napkeltének is örülök, ha pedig mindezt veled. Nekem te vagy mindenem, egy ülelése többet ér bármilyen utazásnál. Számomra te vagy az utazás. Jogos lenne a kérdés, hogy akkor miért nem otthon szeretlek, ahol közel lehetnél a szüleidhez. A válasz egyszerű! De ha a sors úgy hozza, hogy mindent meg fogok tenni, hogy mellettük lesz. Megnyugodtál kicsit? Kicsit. Stay with it, baby. And that's all I ask of you. Ugye azért egy zenés osztályként végeztetek, és a zene mindig erősen jelen is volt a Hoppárban, amellett, hogy prózai előadásokat csináltak, ez is egy zenés előadás, nem? Igen. Ráadásul úgy hirdetjük, hogy koncertszínház, igen, ami nem tudom, hogy éppen vonza vagy taszítja a nézőket ez a megfogalmazás, de minden esetben tényleg nagyon, nagyon erős eleme a zene. Tulajdonképpen minden egyes előadásunknak valahogy mindig jelen van valamilyen formában. Te milyen hangszeren játszol? Hát ha nagyképpen válaszolnék, akkor azt mondanám, hogy milyen nem. De valószínűleg ezzel tudok egyszerűbben válaszolni, mert mondjuk én a részfúvósokat valahogy nem bírtanak elsajátítani, de azon kívül, hogy minden mást igen. Valamilyen szinten, természetesen nem professzionális szinten, a fő hangszerem a gitár,
azért merek felelősséget vállalni, a többért már nem annyira, de azért minden hangszert megszólaltatok, amit csak kell. Sokan vagyunk így különben a társulatból is. És ez így a munka során jött, vagy a főiskola során, hogy az rég elfeledett hangszerek előkerültek, és aztán már használatba kerültek? Vagy te is folyamatosan zenéltél? Affinitás mindig megvolt, hogy különböző hangszereket megszólaltam. Elképesztően sok formációban vettem részt. Még a főiskola előtt is, vagy a zenekarod is volt? Ó, rengeteg. És énekkar is, zenekar is, minden megvolt. De ez kétségtelen, hogy ahogy dolgozunk a társulattal, időről időre előkerül az, hogy tényleg mondjuk itt használhatnánk valami olyat, ami számomra mondjuk már szinte elfeledett, hogy így felfrissíteni a bizonyos hangszertudásomat. Bár a legjobban azt gondolom, hogy énekelni szeretünk együtt. Csináltok is egy klubot, a Hoppárt klubot, ahol zenéltek, és egy ideje kórusokat is csináltok. Szóval igen, pontosan hogyan? A Hoppárt klubnak pontosan ez a lényege, hogy ismert popslágereket dolgozunk fel a kapella. És ezeket énekeljük. Tehát a Britney Spears, Depeche Mode-ot, Lady Gaga-t pammogjuk, bammogjuk és hümmögjük, miközben meg az a csodálatos érzés jár át minket, hogy mégis megszólal a mindenki által ismert dallam. És ezek az átiratok hogy születnek? Úgyhogy mindenki hozzátesz, hogy ő mit tudna éppen elümmözni, vagy ütögetni, vagy van egy szervező erő, aki azt mondja, hogy ezt kéne, vagy van azt egy kéne. Szervező erő, napokat, heteket töltök el a zeneszám mellett, és körmelem és írom le a szólamokat. De van segítségem néha, hogyha akikkel amúgy is dolgozunk, Matko Tamás, Kákonyi Árpi, ők azért szoktak ebben segíteni. Ők szoktak a zenei vezetőtök lenni, zenei vezetőitek lenni. Még csak zenei emberek és zeneszerzők, tehát egyel könnyenben és kevesebb idő alatt oldják meg az adott problémát. Dolgoztatok kőszínházakkal is. Ugye mondtad, hogy jobban működik a Jurányiban már az együttműködés a független társatokkal, de mennyire tudtok együttműködni közszínházakkal, hogy ők mennyire nyitottak rátok, mennyire fogadnak el, mennyire fogadnak be titeket, függetleneket? Hát ki kell emeljem az Örkény Színházat, ahol Mácsai Pál egész egyszerűen... Hát én nagyon hálás vagyok akkor, hogyha egy kőszínház igazgatója felismeri azt a tényt, hogy hát van itt egy színész, aki nem csak színészi kvalitásokkal rendelkezik, hanem tud rendezni. És hát akkor miért ne rendezzen a saját színházában? És akkor így kerültünk az Örkénybe, szintén Polgárcsaba rendezte. Polgárcsaba, aki az Örkény Színház tagja, és valamikor ilyen osztálytársak voltatok. Igen, de hogy így tulajdonképpen adta magát, hogy akkor a Hoppárt és Örkény produkció. Nagyon örülök, hogy ez létrejött, mert még akkor volt a fővárosnak egy pályázata is erre, amin keresztül pontosan az együttműködésre tudtunk pénzt szerezni. Tehát néha meglepően jó kezdeményezések érkeznek innen-onnan, amit érdemes kihasználni. És hát az Örkényen nagyon jó volt együttműködni. Mégis egy független társulat szemléletével készült el előadás, vagy a saját eszközével készült előadás mennyire volt érdekes mondjuk az Örkény Színház közönsége számára. Hát az azt mutatja, hogy egy évad után le kellett vennünk az előadást. Nem akarom itt a nézőket ezzel minősíteni. Hát ott, azon a helyen nem találta meg az előadás a közönségét. Én biztos vagyok benne, hogyha valahol máshol tovább játszhatnánk, vagy játszhattuk volna, akkor előbb-utóbb megtalálta volna az előadás a közönségét, és akkor sokkal többet tudtunk volna belőle játszani. De egyébként hogy viszonyulnak a közszínházak hozzátok? Most az Örkényt leszámítva,
Tehát a szakma hogy viszonyul, a hivatásos vagy a hivatalos szakma hogy viszonyul hozzátok függetlenekhez? Nem tudok panaszkodni. Tehát akikkel kapcsolatban állunk és akiktől nem visszajelzés. Tehát akikkel néha dolgozunk is, meg tehát csak ezt mondom, hogy akikkel kapcsolatban állunk, azok természetesen pozitívan. Mert tudunk egymásnak segíteni, tudunk egymásra hatni. Én azt gondolom, hogy a kőszínházaknál is elindult egyfajta nyitás, egy sokkal nyitottabb szemlélettel dolgozik most már a Katona is. Hát igen, ott főleg a Távszínházat, ott is ugye színészek okán, akik sokat lépnek fel a Távszínházba, ott a Távszínházat fogadták főleg. Ez egy egészséges szimbiózis, hogy ha egy társulat a kőszínházon belül nyilván teljesíti a maga feladatát, de még úgy érzi, hogy még van bennünk, még csinálnak, akkor elmegyünk, és akkor csinálunk egy független színházi társulatot, ahol viszont ami a csövő kifér. Hát igen, ott lehet kísérletezni, amit mondjuk egy kőszínház nem tehet meg, hogy mindenféle utakat keresgél, mert pontosan, ott a tuti bevételre kell azért menni. Azért a kőszínház egyen nagyobb a nyomás, és egyen meghatározottabb mesdjén kell végigmennünk, tehát hogy biztonságibb a játék, hogy így mondjam. Mi függetlenek, nem azt mondom, hogy felelőtlenebbül, de mégis szabadabban tudjuk ezeket kezelni. Gyorsabban tudunk reagálni, azt gondolom, napi eseményekre. Jobban be tudjuk építeni előadásunkban a véleményt. Szerintem nagyon fontos például a kőszínházban, hogy tehát az a része is nagyon fontos, hogy az ember azt mondja, hogy na most elmegyek, megnézek egy jó, nem tudom én, Shakespeare előadást, hogy lehet, hogy pont rosszat mondtam, vagy egy Arthur Millert, akkor amit vár a kőszínháztól, tehát ami oda való, ami színpadra kifejezetten kőszínházi körülmények közé íródott, akkor azt megnézhesse, és akkor azt az élményt kapja. Függetlenül ez egy kiszámíthatatlan, nem biztos, hogy azt kapja a néző, amire éppen adott pillanatban számít, feltéve persze, hogyha ismeri a társadat, akkor nyilván azt kapja, amit akar, de ott pont ez az izgalmas benne, hogy bármi történhet. És hozzátok kőszínházi kollégák szeretnek járni, amikor ti hívtok igen. Magatok mellé? Igen, ez egyértelműen, igen. Igen, a válaszom. Szeretnek. Pont emiatt, mert hogy így nem, ez egy frissítés, egy fellélegzés, egy 10 perc szünet nekik az, amikor velünk dolgoznak. Szerintem ez nagyon fontos, hogy más-más impulzusok érjék a színészeket, kőszínházi dolgozókat is, színészeket is, hogy mindig kapjanak valami mást. De ti egyébként kiket hívtok? Tehát amikor az fölmerül, hogy vendéget hívjatok, akkor miben gondolkodtok, milyen alkotókban, vagy hogy merül fel, hogy éppen őt hívjátok meg? Akár színész, akár rendező. A kíváncsiság. Hát, nyilván nézzük egymást, tisztában vagyunk a mindenkinek a munkájával, és ha valami számunkra érdekeset látunk akkor valakitől, akkor elgondolkodom rajta, hogy de jó lenne vele dolgozni. Nagyon sokan vannak, akik, tehát néhányukkal sikerült már együtt dolgozunk, de nagyon sokan vannak, akikkel még nem. Akivel már sikerült együtt dolgozni, az például Pelsütz Réka, akivel készült egy előadás. Ezzel fogunk elköszönni. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és meséltél nekünk a Hoppártról. Nagyon sok erőt és kitartást kívánok nektek a továbbiakban. Köszönjük szépen a figyelmüket. Most pedig tehát egy előadás részlet következik, amit Pelsütz Réka rendezett a Hoppárt társulata számára. Szeretlek! Ezzel köszönünk el, viszontlátásra találkozunk jövő szerdán. Észrevettem, hogy elkezdtem felfedezni a saját testemet, és hogy én még jó nő vagyok, és hogy kellek nekik. És ez nagyon gáz volt, ugye 20 éves vagyok, tehát volt egy év tényleg 23-tól 28-ig, de nem akárkikkel, hanem mindenkinek volt. És nem is egyszer, és tökre tudtam működtetni azt, amit a pasik. Hogyha csak egy éjszaka, és tök mindegy, csak arra vagyok kíváncsi, hogy milyen a farka, és hogy hú.
És aztán szerelmes lettem. És szakítás után jöttem rá, hogy terhes vagyok, és én akkor egy pasi miatt sírtam először. Aztán elvetettem a gyereket, de a mai eszembe már nem betettem el. Szóval én többet már nem leszek terhes. Az iskolában megmondtam Beának, hogy találkozzunk. Mondtam, hogy négy szem közt szeretnék vele beszélni. Gabi is jött velünk. A fekete virágos trikómban és a riflegatyámban. Először azt mondtam, hogy szégyellem elmondani, aztán végül is kinyögtem, hogy szerelmes vagyok a Kornélban. Meg a Gabi is. Ezt azért kellett elmondanom, mert mindvégig azt hazudtuk, hogy mi utáljuk a Kornélt, és még sok hazugságok. Aztán be a híd alá ment, és azt mondta, hogy ezek itt már csak a szép emlékek. És elkezdett sírni. Aztán pár perc múlva feljött, és azt mondta, hogy Kornél engem szeret, és hogy őt nem is szerette. És elmondott nekünk mindent, hogy hogy ismerkedtek meg, hogy vele volt az első csókja. És elmondta mind a vele töltött idejét. Aztán hazamentünk. Nálunk volt a vendégségben. Társaság és a Klára picike kis aranyos miniszoknyában ült, és ült a kanapén, és valahogy úgy ült, hogy a férfiak sosem a nő haját nézik, ezt elárulom. A nőket máshogy nézik. Sohasem veszem észre, a más frizurája van.